Ebben a kicsi, de gyönyörű községben már több éves hagyományra tekint vissza az a rendezvénysorozat, mely színes és izgalmas programokkal várja látogatóit a nyár ezen időszakában. Az ordasi nyár meg annyi programmal kecsegtet majd 2 hónapon át. Közel 20 éves hagyományra tekinthetünk vissza. Amikor elindítottuk ezeket a programokat, az volt a célunk, hogy élhetővé, és a nyáron, akik a szelidítóhoz lejönnek, vagy pedig egyszerűen a környékben vannak, jöjjenek el ezekre a programokra, amely nyilván hagyományokat is ápolunk, és például az elmúlt héten a negyedik ordasi kézi kaszáló és arató verseny is mulatság volt. Erről be is számoltunk múlt heti híradónkban, de természetesen itt még nem állnak meg a programokkal. Vesztergem Miklós műsora egy kellemes családias szalonnasütéssel egybekötve a Dunaparton éppen javában zajlik, és még most sem késő elindulni, hiszen este 11 óráig eltart. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy az emberek a mai világban egy mást is lássanak, kijöjjenek a kis kuckóikból, szobáikból, kijöjjenek a Dunapartra, kapcsolatok, találkozások legyenek, ízek, illatok, madárdalnak a csodáit élhessük meg közösen. Július végén, 29-től egészen augusztus 4-ig pedig a 15. képzőművészeti alkotótábor veszi kezdetét. A falunkban mintegy 20 alkotót várunk az ország különböző részeiből is, Kalocsa környékéről, és ugye falunapokon van délelőtt kiállítás, amely egy nagyon nívós, szép kiállítás. Elmondhatom, hogy minden intézményünknek a falait már közel 100 festmény és alkotás díszíti, az óvodát, az iskolát, a faluházat, a kultúrházat, szóval sorolhatnám, hogy milyen sok szép alkotás született az elmúlt 14 évben. Ilyenkor minden este más és más családok várják vendégül az alkotókat, tehát tényleg mindenki hozzátesz a programokhoz. Augusztus 20-ai ünnepélyünket, Szent István király és újkenyér ünnepét pedig augusztus 18-án szombat este tartjuk, amely szintén nálunk egy meghitt és egy kultúrműsort fognak látni, akik ellátogatnak Ordasra este 7 órakor. Ám a nyáron még egy majd 3 napos falunappal is kecsegtet a község. Szintén nagyon tartalmas műsort fogunk adni a fiataloknak a diszkózenétől, az idősebb korosztálynak operett, ragyogó operett műsor lesz, de a 60-70-es, 80-as évek slágerei megszólalnak, és hát sztárvendégünk is lesz Szabó Ádám személyében, ugye aki a dalból már ismerjük, és hát a Grapevine együttes Kecskemétről, aki egy nagyon jó táncos csoport, de a Gédel, aki hagyományőrző népi együttes is ott lesz a előadók között, és hát családi programok, közös főzés, sok-sok minden vár még ránk itt az elkövetkezendő időszakban. Nem érdemes tehát otthon maradni a 4 fal között, megéri ellátogatni a gyönyörű Ordasra, hiszen senkit sem hagynak unatkozni.